én úgy érzem, hogy a ma este az nagyon jó buli lesz, én jól érzem magam. Nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon hangulatos és gyönyörű szép hely, úgyhogy én egyébként mindenkinek ajánlom. Sziasztok, ez itt a Party Circus legújabb epizódja. A mai epizódban ellátogatunk ide Szegedre, a Spirit Clubban. Most vagyunk itt először, de eddig nagyon jók a benyomásaink a helyről. A ma este fellépője a Drop the Cheese, akivel a ma este folyamán interjút is láthattok. Na meg persze a bulizókkal is. Tartsatok velünk a ma este folyamán is. Honnan érkeztetek? Hát Deák Szavagatóról jöttünk. Deákosok. Barátnőid? Mind a ketten ugye gondolom. Persze. Nem. Ő itt. Mit szoktatok fogyasztani ti ketten lányok? Tekila. Tekila mindenképp. Sör. Sör, látom, mit van itt fogyasztod. Mit szólnál hozzá, hogyha én ezt így elviszem? Nem. A Drop the Cheese-ről hallottál már? Hallottam. Voltál már fellépésükön? Nem. Ez az első. Igen. Ilyen téren szűz voltál még akkor. Ilyen téren. Milyen apropóból vagy ma itt? Hát tulajdonképpen a szervezői brigáddal. Pont megtaláltam a szervezőt. Örülök, hogy itt lehetem, mert remek hely, nagyon különleges külsővel, és jó itt lenni. Mit fogyasztasz ma este? Én sörös vagyok alapvetően, meg viszki is, de inkább most azt mondom, hogy viszki kóla mellett döntöttem. Én a hölgyekem mellettem pár Jägermeistert elfogyasztottunk, de ezt a főnököm megnyalása, mert munkával ugyebár nem iszunk. Ó, viszek szívem, jobban lesz. Miért vagy ilyen magas egyébként? Tessék? Miért vagy ilyen magas? Nem tudom, van hely. Anyukád így tervezett? Biztos, apukám. Milyen a benyomásod eddig a helyről? Nagyon jó. Kicsit bővebb válasz. Jó a buli, így, hogy deákosok vannak itt. Mindenkit ismerek. Igazából most lényében akkor egy szalagavató after van. Igen, én is végzős vagyok. Hogy telt? Hogy telt ez a szalagavató? Jó volt nagyon. Jól sikerült a tánc, meg vagyok vele elégedve. Mi a véleményed itt a pia árakról? Nagyon elfogadható szerintem ahhoz képest, hogy én azt hittem ez egy elit hely, de az árakon ez nem érződik. El tudnád énekelni a refrént? Lehetősen énekeljük már a refrént! Despacito! Despacito! Mert ki vagy itt most? Én egy sztár vendég vagyok, ne haragudj! És te vagy a menedzsere? Én vagyok a menedzsere. Én a menedzsere. Mit fogyasztasz? Én vodka narancsot, dupla vodka narancsot fogyasztok. Akkor ez jó. Jó árban van egyébként itt? Aránylag, nem panaszkod, nem gond. Nem sajnálják belőle a vodkát, gondolom. Nem. Nagyon jó ez a buli is, és örülök, hogy itt lehetek, mint vendég. Így van, eddig mi a benyomásod, akkor itt az Örülök, hogy itt nagyon jó, tényleg. A barátod nagyon sokat beszél egyébként, hogy lehet leállítani? Hát sehogy, ő erre született. Nagyon ezért, jó. Ezért vagyok én az, aki kontrollálja, de nem szoktam, mivel még magától is tudja, hogy hol a határ. És ti már nincsenek határai. A pályafutásomat nagy részben ő neki köszönhetem. Mindenki, aki szeretné egy vodka narancssal a vendégem itt a pultnál. Jó, rendben. A kedves nézők is? Bárki, gyertek fiúk, jó? Ti is gyertek. Kedves úri ember, egyedül érkeztél? Nem, ők a társaságommal. Ő nem tagadod le őket? Nem, miért tagadnám le őket? Testvérem, hogy tagadna le? Jó, hát édes testvérek vagytok. Nem hasonlítunk. De egy picit hasonlítatok. Ki szoktátok egymás sminkelni? Igen, na jó, van, hogy érzitek magatokat? Nagyon, nagyon jó.
itt először a Spiritben? Spiritben először, igen, igen. Mi a benyomásodak eddig a helyről? Szerintem nagyon jó hely. Ide táncolni kell járni az embernek, meg hát India. Ezt azért mondod, hogy táncolni kell, mert te pont ülsz. Igen, most éppen a pihenő időszak van. Mik lesznek, hogyha nagyok lesztek? Én mentőtisztnek készülök, szóval. Hát én meg biológusnak. Sok sikert hozzá. A mesdő folyamán mit fogtok még fogyasztani? Sört valószínűleg szerintem, az a legjobb ilyenkor. Én is sosem maradok a sörre, most már így a levezetésképpen ez jó. Hogyha ez a műsor kívánságkosár lenne, milyen zenét kérnétek a kedves nézőknek? Egy kicsi minimál szerintem. Mindenkit szeretnék köszönteni, öcsémet, aki már feleségével Szingapurból néz minket, anyujékat Pestről, szia anyu, nagyszüleimet, ma voltam nagypapámnál, tegnap volt évnapja, és a Tomi szüleideket, és a kis Benedeket, szia Benedek, Tomi integes. Is, nagyon kedvesek különben, engem állítólag kedvelnek, de lehet, hogy csak a Tomi próbál velem jó fej lenni. Ti vagytok a ma este sztár vendégei, itt Szegeden a Spirit Klubban. Vegyetek Drop the Cheese-es sapkát a Facebook oldalokon, illetve a www.dropthecheeseofficial.com-on megtalálható. Ha igazából nem vesztek Drop the Cheese-es sapkát, akkor valahol egy kis nyuszi elsírja magát. Mi hol találkoztatok egyébként? Veletek itt az előbb, ott a bárpultnál, ott találkoztunk a bejáratnál. Hogy ti együtt hol találkoztatok? Együtt jöttünk. Ja igen, de mikor ismertétek meg egymást? Ó, 2010-9-re nyúlik vissza az ismerettségünk kezdete, akkor még mint Tomi és Gyuri kezdtük a pályafutást, és az első nemzetközi megjelenésünk, ami, hogyha szabad ilyen reklámot mondani, a Beatport ilyen zenemegosztó oldalon megjelent, ott a kiadó, aki leszerződtette, egy olasz kiadó, hát ilyen kezdeti Electro House munkásságunkat. Ő mondta, hogy valami ilyen nemzetközi, valamilyen egységes név, mert tényleg az, hogy Tomás meg George, itt ilyen Dunát lehet rekeszteni. Szerintem jobban érdekelte, hogy hol ismerkedtünk meg, hogy... Hogy egy gólyatáborban ismerkedtünk meg, ahol természetesen egyikünk se fogyasztott ehhez hasonló italokat. Ezért szépen megfontoltam, meg tudtuk beszélni, kinek milyen zenei ízlése van, és ezáltal mint egy egyesíteni tudtuk az erőnket. A Drop the Cheese név honnan jött? Szóval az előző kérdésre még visszatérve, ugye, de ez tényleg csak pikantéria, hogy bár nem látszódik, mert szemtelenül fiatal vagyok, vagy legalábbis én azt hiszem magamról, de a Tamásnak volt a gólyatábora, amin én zenéltem. És a legszebb az egészben a közösen eltöltött igen, évek szóval alatt... Nem mind a ketten gólyák voltunk, azért igen. Azt tegyük. Pedig azt hittem egyébként, milyen nagy sikereitek vannak, amit megemlítenétek, ami úgy elismerés nektek, hogy felléphettetek. Fesztiválon hát esetleg... Ez az interjút, ezt mi szeretnénk sikernek elkönyvelni, hogyha... Szegedi Spirit Club. Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Nem, hát visszatér, mi volt az előző kérdés amúgy? Nem az, amire most válaszoltam, hanem itt a... Honnan tudjam? De várjál, de tekneted fel. Nem. Igen, igen, a ja, Drop the Cheese. Na, nagyon jó. Ja igen, ennyi, hogy mondta a külföldi kiadó, hogy kéne egy név, és igazából Tamásra mind a ketten, ez most komoly válasz lesz, Tamásra mind a ketten nagyon szeretjük a képregényeket, meg a képregényekből készült akár rajzfilm, akár mozifilmeket. És az 1994-es Jim Carrey meg Cameron Diaz által filmje
nevezett Mask című film, és amúgy egy már akkor meglévő képregényből készült, és valamilyen perverz okból kifolyólag egy nehéz stúdiózással töltött nap után elkezdtük pár sör elfogyasztás után angolul nézni. És angolul hangzódik el az a mondat a filmben, amikor beszökik a kiskutya Jim Carrey ezt, hogy kiszabadítsa a börtönből, hogy elküldi, hogy vegye fel a börtönön asztalnál a kulcsot, és akkor a kutya meg elveszi szeret sajtot az asztalra, és akkor erre mondja neki Jim Carrey, hogy drop the cheese and get the keys. És ez annyira megtetszett nekünk, illetve azon a szinten már minden tetszett nekünk a filmben, hogy reggel, amikor felkeltünk, még akkor is ötletnek tartottuk, hogy akkor legyen ez a nevünk, mert jó esetben könnyű kiejteni, bár én nagyon sokszor elrontom. Jó esetben leírni se nehéz, bár azt is el szoktam rontani. A közeljövőben hol fogtok fellépni? Ma este a Spirit Klubban. Mi most vagyunk itt először, és amúgy csak ajánlani tudjuk a helyet, nem azért, mert nagyon szeretjük Szegedet, illetve a Spirit Klub nagyon sok pénzt adott nekünk, hanem azért, mert tényleg nekem nagyon tetszik, most bejöttünk, őszinte leszek, azt mondták, hogy már itt van egy éve a hely, és mi lekopogom szerencsére, viszonylag sokat járunk akár Szegeden, akár Szeged környékén fellépni. Én most vettem észre először a helyet, pedig rohadjak meg, nagyon szembetűnő helyen van, így kiveri az ember szemét. Nekem eddig tetszik, amúgy most remélem a buli is jó lesz, de tetszik. Január legvégén Ausztriába megyünk ki fellépni. Egy olyan laza 5-5 és fél órányira Budapesttől, szóval azt is nagyon várjuk, és hát nagyon izgatottak vagyunk. Nemzetközi karrier, mit akarunk? Nem. További sok sikert szeretnék nektek kívánni. Ne legyen még végig az interjú, aki élvezzük. Figyelj, sok sikert szeretnék nektek kívánni Ausztráliához. Ausztria, nem? Ausztrália, tökéletes, igen. Amúgy oda is szeretnénk egyszer eljutni, viccel kívül. Lehet, hogy akkor most inkább mégsem Ausztriába, hanem Ausztráliába megyünk síelni. Na, akkor visztek engem is, ugye? Engem is. Persze. Milyen poszton vinnétek el engem? Crew. Egy jogsim sincsen. Nem. Crew, az mindent lefett. Crew vagy staff. Vagy előkóstolónak, tényleg, hogy így előtte mindig bele kell inni, hogy ez biztos, hogy nem akarnak-e megmérgezni. Gyuri igazából arra hajt, hogy ez legyen a leghosszabb interjútok ever. A leghosszabb interjúk eddig körülbelül 15 perces. Tudjuk ezt überelni? Megpróbálhatjuk. Vágás 2 év múlva. Mi azt szeretnénk, hogy mindenki adja önmagát, mindenki nyomja Keep It Real. És mit szeretnénk még? Keep it real. Rendben, ez a tökéletes zárszó volt. Köszönjük, hogy elfogadtátok az interjút. Sok sikert. Remélem, hogy az idő folyamán majd még találkozunk veletek. Szerettük volna mondani, és szeretném, hogyha ti meg követnétek a csatornákat, feliratkoznátok az oldalaikra, és hát további tartalmas, újabb adásokat kívánunk, mind mással, mind sztárvendégekkel. Most tényleg kirakjátok YouTube-ra? Ugye nem? De tényleg nem. Köszönjük szépen az interjút, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a mai epizód. Remélem, hogy legközelebb is velünk tartotok. Itt voltunk a Spirit Klubban Szegeden. Reméljük, hogy még jövünk erre a helyre. Tartsatok velünk, iratkozzatok fel, legközelebb találkozunk. Sziasztok!